beszélgessünk. Hogy Anna miért pont a Duna utcában volt egész életében a legboldogabb? Öten laktak két szobában, ő mégis szerette a másik négy ember szuszogását. Aztán költözés, doboz, pakolás, zsinór, körbekötötte életét, a ruhái és a versei közé hajtogatta az emlékeit. Én meg ebbe a rádió műsorba a gondolatait. Ma este Terék Anna, topolyai költő, író, műfordító, pszichológus a vendégem. Tartsanak velünk! Üdvözlöm Önöket, Gazsó Orsolya vagyok. Aunque mi vida esté de sombra llena, no necesito amar, no necesito. Yo comprendo que amar es una pena y que una pena de amor es infinito. Y no necesito amar, tengo vergüenza de volver a querer lo que quería. Toda repetición es una ofensa y toda suspensión es un olvido. Desdeñosa, semejante a los dioses, yo seguiré luchando por mi suerte, sin escucharle espantada voces de los envenenados por la muerte. No necesito amar. Anna, emlékszel-e, hogy felkértelek még 2008-ban, hogy írj a gimis tablónkra? Emlékszel-e a szövegre esetleg? Emlékszem arra a felkérésre, és arra is, hogy nagyon sokat kínlódtam azon, hogy miről is írjak, vagy hogy lehetne ezt megfogni, és több ilyen rövid versikét is küldtem, és aztán végül egy olyan verset választottatok, ami benne volt a legelső kötetemben. Igen, mert ugye előző évben, 2007-ben jelent meg a Mosolyszakadás című első verses köteted, és így ment különben, hogyha már nem emlékszel, akkor elmondom, úgy kezdődött ez az idézet, hogy üres marad a nyár, pont úgy hagyod, ahogy most van. Hogy múlik az idei nyarad? Jaj, nagyon gyorsan. Nagyon gyorsan, valahogy úgy éreztem, amikor befejeztük az idei tanévet, hogy rengeteg időm lesz, végre mindenre jutni fog, elég időm. Tudni fogok olyasmikkel foglalkozni, mivel évközben nem tudtam volna foglalkozni. Én azt hiszem, hogy rengeteg dolog bele fog férni ebben a nyárba, ehhez képest nagyon gyorsan elmúlt, úgyhogy most itt szomorkodok is, mert pár nap múlva újra dolgozni fogok, és még nagyon nem érzem itt az idejét, nem érzem úgy, hogy kipihentem volna magamat. Ugye most itt beszélgetünk Topolyán a családi házadban. Kislányként a Duna utcában nőttél föl, és én most a Duna utcának a szomszédságából jöttem, mert a Duna utca mellett lakom igazából. Milyen emlékek fűznek téged a Duna utcához? Jaj, nagyon szépek, én nagyon szeretek oda visszamenni sétálni, vagy most már ez ilyen vicc is szokott lenni, hogyha elmegyünk arra anyukámmal autóval, akkor mindig mondom neki, hogy tudod, én itt voltam egész életemben a legboldogabb, de nagyon sok szép emlékem van, ott barátkoztunk több szomszédlánnyal is, ott volt egy játszótér pont a mi tömbházunk mellett, nagyon jókat játszottunk ott lent, valahogy úgy nem, az tényleg egy ilyen zárt része volt az életemnek, hogy nem igazán láttam még semmi mást a külvilágból, csak a saját családomat, csak saját magammal voltam elfoglalva, meg a családtagjaimmal, és az valahogy nekem tényleg egy ilyen jó biztonságérzet az, ami megmaradt benne, hogy sokszor jut az eszembe, hogy este van, én nézem, nézek ki az ablakon, és látom a többi tömbháznak az égő ablakait, és hogy úgy tudom, hogy ott van mindenki a másik szobában, tudom, hogy kellek, tudom, hogy szeretnek, jó helyen vagyok, és úgy nagyon sokat vágytam vissza aztán így későbbi életszakaszaimban. Az a játszótér különben még mindig ott van, most is még mindig tele van gyerekkel. Érdekes, hogy most ezt mondod, hogy így nézted a többi tömbházat, mert most, hogy így nézegettem, hogy milyen fényképeket készítesz, nagyon sok fotódon ott vannak a tömbházak. Nagyon szeretem a tömbházakat, valami romantikát én nézek, én Szabadkán is mindig a Prozívkát olyan csodálattal néztem, hogy úristen, mennyi tömbház együtt, ebben milyen különleges élet folyhat, mert ez más, amikor az ember így gyerekként éli át, más az, amikor azon gondolkodik, hogy milyen jó egy ilyen telepen lakni.
nem biztos, hogy most így élvezném, viszont valami miatt nekem nagyon tetszenek ezek a tömbházak, tehát olyan szeretem ezeket a blokkokat nézni, és nem vagyok benne biztos, hogy olyan boldogan élnék egy ilyen jó, könnyen fölmelegedő, könnyen kihűlő tömbházban, viszont van valami hangulata, szerintem pont ez, hogy a gyerekkoromat idézi. Hát még ilyenkor már megszépülnek azok a gyermekkori emlékek is, így utólag. Igen, 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 ez a jó az emlékekben. Múlt héten Havatvi Sámuellel beszélgettem, és pont ő mesélte, hogy mielőtt elkezdene festeni, terápiaként használja az írást. A festék alá mindig leírja a traumáit. Leírja, hogy milyen problémák történtek vele az életében, milyen tragédiák, és ő ezt kiírja magából, a pszichiátere ezt ajánlotta neki, és úgy most, amikor készültem erre a beszélgetésre veled, akkor úgy azon gondolkoztam, hogy milyen érdekes, hogy most pont utána veled beszélgetek, mert igazából te nekünk írsz, nekünk vagy az olvasónak a pszichológusa vagy, mert mindannyian kicsit bele tudunk helyezkedni a történeteidbe, kicsit magunkénak érezzük a történeteidet, és lehet, hogy segít tovább jutni egy-egy problémánkon, és lehet, hogy mi is egy kicsit a te pszichológusod vagyunk, azáltal, hogy kiírod magadból te is a problémáidat, csak annyi a különbség, hogy mi nem válaszolunk neked. Igen, de szoktak azért az olvasók válaszolni, és ez nagyon jó érzés. Szoktam sok olyan levelet kapni, ebben valaki leírja azt, hogy ő is átment ezen, ő is érezte már ugyanezt, pont jó volt ezt így elolvasni, vagy elmeséli a saját történetét. Ezeket nagyon szeretem, nagyon jó az ilyesmit így visszahallani, vagy egyáltalán megismerni mások történetét, valahogy olyankor érzi ezt az ember, hogy nem vagyunk egyedül, hogy van valami összetartozás szerző és befogadó között, úgyhogy ezeket nagyon szeretem, az ilyen pillanatokat. Pont most voltam ugye a Malom Fesztiválnak a workshopján, és akkor ott beszélgettünk a fiatalokkal erről, hogy mikortól kezd el valami irodalom lenni, a traumákat bele kell leírni az irodalomban, nem kell beleírni, kell a fikció vagy az őszinteségkel. Nagyon el voltam ragadtatva a fiatalokkal, mert nagyon intelligensek és nagyon okosak voltak, nagyon jó gondolkodnak. Én akkor mindig úgy megnyugszok, hogy jól van, az utánunk következő generációnak talán könnyebb lesz, vagy valahogy másképp, de érettebbek, mint amilyenek mi voltunk akkoriban. És végül velük se tudtunk igazán zöldágra vergődni ebben, mert valahol mindenki máshogy gondolja, de nekem általában úgy szokott lenni, hogy van külön szöveg arra, ami csak arról szól, hogy nekem mennyire rossz, és saját magamnak írom, amit nem is szeretném, hogy más lásson, tehát egy ilyen naplószerű panaszkodás, vagy hogyha dühös vagyok, akkor azt úgy leírom, viszont abból általában nem lesz vers. Úgy tudok valamiről írni, hogy már megrágtam, hogy már túljutottam rajta, vagy pedig a folyamat, hogy ennek nem is felépülésnek, hanem feldolgozásnak abban a folyamatában vagyok, amikor már józanul tudok rá nézni, vagy valamilyen fajta távolságtartással. Valahogy ahhoz, hogy egy vers kijöjjön az ember kezei közül, el kell szakadnia magától a szövegtől, el kell szakadnia valahol a tartalmától is egy idő után ahhoz, hogy úgy tudja javítani, legyen az a szigorúság, legyen az a kegyetlenség benne, hogy ne ragaszkodjon különböző történetekhez, vagy különböző mondatokhoz, hogy bármennyire is hangzik az mi fejünkben, jó, lehet, hogy az közhelyes, vagy lehet, hogy az éppen nem odaillő. De akkor igazából ehhez már az kell, hogy te túljuss a saját problémádon, és már aggyal írj, aggyal gondolkozni a szíveddel. Hát mind a kettő, tehát, hogy valahol az ember ilyenkor az agyával is, a szívével is dolgozik. Én nagyon sokszor csak gondolkodok különböző témákon, vagy különböző érzéseken, élethelyzeteken, amik aztán addig-addig feszülnek bennem, addig gyűlik ez, hogy eljut egy olyan pontra, amikor meg tud születni az adott szöveg, tehát amikor úgy ki tud jönni. Aztán annak még van ugye szerkesztési ideje, vagy ilyen javítási ideje. Van, amikor tök jó ki tud jönni, és akkor nagyon keveset kell vele, hál' Istennek, babrálni. De hogy ilyenkor benne van a szív is, meg az agy is. Tehát, hogy az agyammal azért kell, hogy irányítsam ezt, hogy mit akarok én ezzel elmondani. Amíg csak a szív van benne, addig az egy ilyen terjengősség, az egy panaszkodás, az nem feltétlenül mond el valamit. Ez inkább csak tényleg panaszkodás szintjén marad meg. Az agynak ezt kell irányítani, hogy miért akarom én ezt elmondani, mi újat akarok én ezzel mondani, mi az a mód, ami eddig még nem szólalt meg mástól. Vagy hogy tényleg mi a célja annak, hogy én ezt a panaszt leírjam. Mi a célja ennek az adott versnek, adott szövegnek. Ha viszont csak aggyal írnék, akkor pont a lényege hiányozna belőle, tehát akkor egy ilyen kasztrált szöveg lenne, hogy pont az érzések a velője lenne az, ami hiányzik, pont én hiányoznék belőle. Az előbb, hogy említetted a visszajelzéseket, akkor jutott eszembe, hogy pár hónappal ezelőtt fejtettem egy keresztrejtvényt, és
azt kellett meg kitalálnom, hogy mi az egyik versednek a címe, és akkor úgy elgondolkoztam, hogy pár évvel ezelőtt ugyanez megtörtént, akkor egy kötet címedet pont a Duna utcát kellett kitalálni egy keresztrajzfényben. Azóta ugye készültek színdarabok a verseidből, szavalják a verseidet, idézik a verseidet, versklippeket készítenek a Terék Anna versekből, költészeti este Anna verseiből, megzenésített versek, énekelt versek. És úgy azon gondolkoztam, hogy ez nem egy óriási nyomás, hogy folyamatosan aktívnak kell lenni, meg kell felelni az embereknek. Használják az emberek a műveidet. Hát amikor használják az emberek a műveimet, akkor nekem már nem kell semmit sem csinálni. Tehát miután én elengedtem a szöveget, annak megvan a saját élete. Ilyen volt a külfölddel is, hogy én ezt elengedtem, és aztán ilyen önálló életet kezdett el élni, és néha úgy is éreztem, hogy már semmi közünk a szöveggel egymáshoz. Ő sokkal sikeresebb, mint én valaha leszek. Tehát, hogy így tényleg valahogy úgy megindult az a szöveg a maga útján, és én is csak így pislogtam, hogy mi történik itt, vagy mi ez az egész. Szóval ilyenkor nekem már nem kell megfelelni, ezek már a szövegek maguk, amik működnek, vagy amiket működtetnek. Ezt nagyon-nagyon jó így látni, vagy visszahallani. Bár őszintén szóval ez nem jut eszembe minden nap. Pont most, ahogy így elkezdted ezt sorolni, mondtam, hogy ezt föl kéne írni való, és minden reggel elolvasni, akkor biztos ilyen tök jól ellennék egész, nem szomorkodnék annyit. De valahogy nem ezzel telik az ember élete, hogy ezekbe így belegondolna. Biztos, hogy többet kéne. De nem érzem ezt különben ilyen megfelelésnek, vagy hogy teljesítésnek. Én mindig akkor írok, amikor tudok írni. És volt, amikor már mondták, hogy hú, de minden évben meg kéne jelentetni egy könyvet, hogy az emberek ne felejtsenek el. Amire én azt mondtam, hogy ha elfelejtenek, akkor olyan is voltam, hát akkor ez nem az emberek hibája, vagy nem az én szorgalmam hibája, az akkor a szöveg hibája, az én hibám, hogy nem írtam jobbat. Hát ha elfelejtenek, akkor felejtsenek, hát ez nem érzem úgy, hogy ez verseny kéne, hogy legyen, vagy hogy folyamatosan dolgozni kéne az miatt, hogy felszínen legyen az ember, vagy hogy az emberek tudatába befészkelje magát. Nem én akarok lenni a tudatúbb az embereknek, legyenek a versek. Ha megmondod, nem elég jók, akkor nem elég jók. Az egyik versedben írod, hogy lennének hajlékonyabbak a szavak. Könnyen hajlítod a szavakat? Könnyen gyúrod a mondatokat? Mikor, hogy? Vannak periódusok, amikor nagyon könnyen, amikor én magam is meglepődök, hogy hát milyen könnyedén megy ez az egész, és amikor hónapokig semmi, hogy hónapokig nem tudok megfelelő jelzőket találni, nem indul meg a ritmusa a szövegnek, és régen ezt akkor erről tettem, hogy de, meg kell indítani, és akkor addig próbálgatni, amíg el nem indul. Ez drámánál is próbáltam, katasztrofális a végeredmény, tehát úgy teljesen fölösleges ezeket erőltetni, valahogy egyszer csak úgy megnyílik az emberbe, vagy megszólal egy adott hang, amin elkezd tudni írni. És akkor azt kell elkapni, akkor minél többet írni azon a hangon, vagy abban a pillanatban, de nem lehet így erőltetni tényleg. Mondjuk nekem a munkahelyemen is az volt eleinte nagyon nehéz, hogy nem volt vége annak, hogy pszichológus vagyok. Tehát, hogy reggel fölkeltem, már a gyerekeken gondolkodtam, bementem dolgozni, akkor ott végig rajtuk gondolkodtam, kijöttem akkor még mindig, és akkor éjszaka hajnalban fölébredtem, hogy jaj, mi lesz az egyik gyerekkel, mi lesz a másik gyerekkel, hogy lehetne nekik segíteni, mi az, amit nem tettem meg, mi lesz, hogyha nem tudom én, drogosok lesznek, mi lesz, hogyha prostituált lesz belőlük. Csak ezen így rágódtam, és akkor a mentorom, az akkori mentorom, aki ugye a még gyakornoki éveimet csináltam a munkahelyemen, addig volt kijelölt mentorom, idősebb pszichológus, aki így tud segíteni, aki már régóta a szakmában van, és akkor ő mondta, hogy valamit muszáj csinálni, így kitalálni, hogy hol végződik a pszichológus, és hol kezdődik a hétköznapi ember, mert hogy kell, hogy pihenjen. És akkor én, ahogy a munkába megyek, a busszal mindig át kell, hogy menjek egy kis erdőn. És nekem az szokott lenni ebbe a folyamatban a kapu. Tehát amikor reggel megyek, akkor még az erdőig bármin gondolkodok, csak a gyerekekről nem, meg csak a munkahelyi dolgokról nem. Amint átléptem az erdő, vagy átment a busz az erdőn, onnantól kezdve én pszichológus vagyok, és gondolkodok ezekről a dolgokról. Látod, a természet az, ami kikapcsol. Igen. Valahogy úgy nem. Nekem az mindig a határ ebben is. Amikor jövök haza, akkor is szintén az erdőig még szabad ezeken gondolkodni, ott az erdő után van még egy gyerek otthon, és akkor sokszor van az, hogy a diákokkal együtt utazunk haza, akkor ők leszállnak, és valahogy akkor úgy megszűnik a pszichológus, vagy illetve ilyen szabadságra megy.
És akkor elkezd a másik Anna, nem is a másik Anna, hanem a hétköznapi Anna gondolkodni, mit kellene bevásárolni, miről írjak, mi dolgom van még délután, mit kell elintéznem, mivel szeretnék foglalkozni, vagy olvasok, vagy zenét hallgatok, de hogy ott kell, hogy legyen egy ilyesmi. Mesélte ez a mentorom, hogy van, aki direkt ez miatt hord egyfajta köpenyt a munkahelyén, akár fehéret, akár színeset, hogy ha azt leveszi, akkor vége az aznapi munkának, és nem kell, hogy tovább gondolkodjon rajta. Kell a tárgy is hozzá. Igen. Tehát, hogy kinek mi felel meg, nekem az erdő felel meg, de valahogy tényleg kell ezeknek határt szabni, mert hogyha minden így összefolyik, és minden szerepünk összefolyik egy életben, akkor mi nem tudjuk megtartani azt az egyensúlyt, amiben tudunk funkcionálni. Ez nagyon érdekes. És az is érdekes, amikor befejezted az iskolát, emlékszem, mondtad nekem, hogy iskolapszichológusként kezdtél el dolgozni, és ezen nagyon meglepődtem, mert előtte meg mondtad nekem, hogy iskolában te soha el sem tudod képzelni, hogy iskolában dolgozz pszichológusként, és nem is, hogy iskolában elkezdi dolgozni, rögtön beledobtak a mély vízbe, beilleszkedési zavaros gyermekekkel kezdtél el foglalkozni, halmozottan hátrányos gyermekekkel, olyan gyerekekkel, akiknek sajátos nevelési igényük van. Igen, és semmitől nem féltem jobban, mint hogy iskolában dolgozzak, és bármit szerettem volna, csak iskolában dolgozni, nem. És én rettegtem. Én mindig úgy éreztem, hogy a gyerekek szét fognak cincálni, és szétkapnak egy perc alatt, és gonoszak lesznek, és én nem tudok velük bánni, és nem tudom őket kezelni. És aztán 2,5 évig voltam munkanélküli, és utána elmentem egy ilyen privát óvodába feketén dolgozni, mint óvónő. Tehát ez ilyen nagyon vicces volt, az egész értelmetlen volt. És hogy láttam, hogy működnek ezek az olyan divatos privát óvodák, ahol ilyen egyáltalán is szakértelem, nem pedagógusok dolgoznak a gyerekekkel, hanem olyan végzettségű emberek, akik mondjuk angolt fejeztek, vagy olyan diplomával rendelkeztek, aminek nem túl sok köze van a pedagógiához, ők voltak az óvónők, és én is ott dolgoztam ugye feketén, mint óvónő. És akkor jöttem rá, hogy ez ilyen nagyon nem valahogy úgy nem tetszik pont a szakmaiatlansága miatt. És ott az egész arról szólt, hogy a szülő elégedett legyen, még csak véletlenül sem mondjuk meg, hogyha baj van, mert akkor beiratja valahova máshová a gyerekét, és máshová viszi a pénzt. És én nagyon sokat küzdtem, mert a főnökökkel folyamatosan tárgyaltam, hogy ez hiperaktív, annak ez a baja, egy gyereket kéne vinni már a nevelési tanácsadóba, mert el van maradva a fejlődéssel. Tehát, hogy itt bajok vannak, és mindig lecsitítottak, hogy de ne szóljak a szülőknek, mert akkor elviszik innen. És igen, ez nagyon feszített, nagyon rosszak is voltak a körülmények, tehát, hogy ahhoz képest, hogy ez ilyen fizetős óvoda volt, és egy rakat pénzt ott hagytak a szülők, ahhoz képest ilyen nagyon rossz kaja volt, mindig ilyen halszagú volt a hús, ilyen koncentráttal etetett olcsó csirkét fűztek a gyerekeknek, meg ilyen pancsolt főzeléket, amiben több volt a liszt, mint a zöldség. Ugyanúgy valahogy minden olyan nagyon rossz minőségűnek tűnt, tehát, hogy valószínűleg sokat akartak nyerni ebből a befizetett összegből a főnökök. És akkor valamilyen úton, módon én elkerültem Abaújkérre, látogatóba, mint költő, egy ottani szegény iskolába, egy vezli iskolába, hogy tehát mint költő, akkor menjek el, és akkor a gyerekeknek tartsak egy ilyen rendhagyó irodalomórát. És akkor mondták, hogy jaj, hát ők hallották, hogy pszichológus vagyok, össze is rántották a gyerekeket, gyorsan csinálják ki már egy csoportterápiát. De én elkezdtem rettegni, hogy úristen, hát azért ez mély víz, és hogy ez így nem lehet. De mondták, hogy itt vannak a gyerekek, várnak, menjek, csináljak valamit. És akkor bementem, és elkezdtem valahogy úgy beszélni nekik, elkezdtünk közösen játszani, elkezdtünk arról beszélgetni, hogy ki miben hasonlít, ki miben különbözik. És eleinte nagyon sok köztük, aki mély szegénységből jött. Ez egy kollégiumnak a lakóiról volt szó, fiúkról, lányokról egyaránt, akiket inkább beadnak a kollégiumba lakni, mert ott legalább van víz, áram, meg főtétel, és tehát télen fűtés, és hogy van külön ágyuk is legalább. És hogy ezek a gyerekek, amikor beérkeztem, egy csomó így bebújta a kollégiumi nevelő néni mögé, meg mellé, mind a kis csibék. Ő megmondta, hogy ő nem megy sehova, mint tyúkanyú védte a kis csibéit, és ilyen nagyon csúnyán néztek rám, és ilyen szkeptikusan, hogy most én mi az Istent akarok itt tőlük. És hogy elkezdtünk játszani, elkezdtek föloldódni, és egyre többet beszélgettünk, és már olyasmiket is mondtak, amit úgy lehet, hogy nem is kellett volna, hogy elmondjanak, tehát hogy úgy egyre őszintében kezdtek vallani arról, hogy ők hogy élnek, hogy érzik magukat.
Utána volt egy ilyen borzasztó, tehát lezártuk ezt a játékot, utána 2-8 évessel kimentem és rágyújtottam. Tehát, hogy ott olyan dolgok uralkodnak, olyan helyzetek vannak, hogy teljesen máshogy élnek, mint mi. Várjál, ők is rágyújtottak? Igen. Nekem több gyerek ott elmondta, hogy tudja, én itt fölkelek reggel, és akkor elszívom az első cigarettámat. És én néztem, de még csak hány éves vagy? 8 éves, de hát már 6 éves korom óta cigizek. Tehát ez tényleg a mély szegénységből, a nyomorból jönnek, és mondta is az akkori igazgató, hogy nem is érzik az értékek súlyát, tehát hogy néha egy cigarettáért elcserélik az új cipőt, amit kaptak adományba. Mert hogy nekik a cigaretta akkor per pillanat fontosabb. Tehát hogy a nyomor legalja, és akkor rájöttem, hogy ilyen jól tudok velük beszélgetni, akkor így nagyon, nagyon, valami úgy megindult bennem, valamit nagyon megfogtak ezek a gyerekek, és úgy nagyon, nagyon jó érzés volt, hogy tudnak őszinték lenni, akarnak beszélni, akarnak kapcsolódni. Látszik, hogy a figyelemnek úgy örülnek, mintha ajándékot kapnának. De lehet, hogy te is tudtál a kisebbségi létedből táplálkozni, nem? Igen, igen, én ezt azóta is érzem, hogy valami miatt én... Budapesten a cigányokkal, a gyerekekkel, gyereke az iskolában sokkal jobban szó tudok érteni, értik a vicceimet, értik azt, hogy én mit mondok, és sokkal könnyedébben el tudok velük beszélgetni, mint a magyar gyerekekkel. És volt is egy ilyen érzésem, egyszer egy ebédeltünk, és körülöttem 10-valahány cigány gyerek ült, és nagyba beszélgettünk, és ebédeltünk, és így végignéztem, hogy hát ez milyen szegregáció, hogy én a magyar gyerekek közében se ülök. És ilyen nagy jó hangulatban mi ebédelünk, hülyéskedünk, nevetgélünk, beszélgetünk. De valami miatt szerintem is pont a kisebbségi létem miatt könnyebben szót tudok velük érteni, és hallgatnak is nagyjából rám. Meg olvastam egy korábbi interjútban, hogy volt egy kisfiú, vagy fiú, ezek után már úgy mondott, hogy cigiznek 6 éves korukban, akivel nem tudtak mit csinálni, mert hiperaktív volt, és annyi impulzus érte, hogy felhívtak téged, hogy Anna, valamit kezdjél vele, és elment hozzád sakkozni. Igen, igen, a sakk az nagyon jól le tudja nyugtatni a hiperaktívokat különben. Tehát, hogyha olyasmit végez a hiperaktív, amit ő szeret csinálni, lehet ez akár rajzolás, vagy origami, vagy sakk, vagy akár a kémia különböző területei is lehet. Tehát, hogyha mondjuk ő fizikát szeret tanulni, és mi ketten leülnénk fizikát tanulni, akkor attól megnyugodna. Tehát az ilyen hiperaktívoknál, figyelemzavarosoknál mégiscsak tud összpontosulni a figyelem, és le tudnak nyugodni attól, hogyha olyan tevékenységet végeznek, ami őket érdekli. Úgyhogy ezt aztán ilyen bevezettük többször is, hogy akkor mentem a fiúért, vittem sakkozni, ő le is nyugodott, és mondta, hogy jaj, sokkal könnyebb. De nagyjából mindegyik hiperaktívnak megvan a saját kulcsa, hogy mi az, amivel le lehet nyugtatni. Dolgoztál kórházban is. Önkéntes gyakornok voltál egy budapesti kórházban, és leukémiás gyermekekkel foglalkoztál, és amikor ezt olvastam, akkor meg eszembe jutott a kórház versed, és ott azt írott, hogy a versben szereplő személynek a kezén rajta marad a kórház szaga a tenyerén, és körbe kell körnéznie, hogy elnyomja, de még akkor sem tudja. Te miután hazamentél a kórházból, érezted magadon a kórház szagát? Hát nem is a kórház szagát, ott ilyen Budapesten nagyon minden, legalábbis abban a kórházban mindenütt ilyen készfertőtlenítő volt, úgyhogy annak az alkohol szagát éreztem maximum, de ez nem onnan ered az az emlék, úgyhogy ezt már másból írtam azt a verset. Miért nem szerettél ott dolgozni? Nagyon rossz volt, hogy nagy része meghalt a gyerekeknek, tehát ott ugye a gyerekekkel kellett foglalkoznom, és hát kevés volt a sikerélmény. És én mai napig vallom, hogy valaki vagy születik arra, hogy tud haldokló gyerekekkel foglalkozni, vagy ilyen nagyon beteg gyerekekkel foglalkozni, vagy nem születik rá. Én tényleg nem azok közé tartoztam, nem is hiszem, hogy oda tudnék tartozni, akik ezt tudják elviselni. Ott nagyon sok olyan nővérrel találkoztam, orvossal, meg mondjuk aki ott volt, pszichológus, ő is ilyen nagyon pozitív beállítottságú volt, és nagyon jó kedvet tudtak teremteni a gyerekek körül. Nagyon erősek voltak. Tehát jó volt ezt látni, hogy vannak emberek, akik úgy tudnak foglalkozni a nagyon beteg, sokszor kilátástalan állapotú gyerekekkel, hogy van kedvük legalább fölkelni, vagy hogy így tudnak körülöttük életet teremteni. Akkor még az erdő sem volt elég, hogy kikapcsolódj. Nem, de akkor még egyetemista voltam, tehát, hogy akkor nagy munkát én nem végeztem, inkább ilyen szórakoztató néni voltam, hogy úgy is hívtak, hogy a mesés néni. Mentem, akkor meséltünk mesét, és akkor utána zokniból készítettünk ilyen bábokat, és eljátszottuk. Tehát, hogy ez inkább szórakoztatásra volt, és akkor utána tapasztalataimat beszéltük meg az ottani pszichológusnővel. Ő mesélgetett, hogy milyen itt a helyzet a kórházban, miket szoktak csinálni, mivel foglalkozik. Nekünk akkor, hogy a mesterképzésre fölvenjenek, kellett, hogy legyen ilyen gyakorlati
leigazol gyakorlati tapasztalatunk, és akkor én ezt a kórházat választottam, hogy akkor ott jó lenne tapasztalatot szerezni. Hát arra biztos, hogy jó volt, hogy utána rájöttem, hogy nem ez az irányom, erre nekem mennem kell. Halott nők című kötetedben a háború és a kapcsolatok viszonyát is taglalod, elemzed történeteken keresztül, 5 történeten keresztül. Te az ELTE-n, a mesterképzésen a szakdolgozatodban is ezt a témát dolgoztad föl. Pontosan az, hogy az 1999-es NATO bombázást követően milyen poszttraumatikus hatások érték itt az embereket, illetve még bennünk vannak-e még ezek a poszttraumatikus hatások, és amikor ezt elolvastam, akkor így nagyon kíváncsi lettem, hogy mi lett ennek az eredménye. Bennünk vannak még ezek a hatások? Nagyon változó. Igazából én azt vizsgáltam, hogy milyen hatása van a kapcsolati kötődésekre, tehát hogy a párkapcsolati kötődésre van-e kihatással. Nagyon érdekes volt, mert amikor vettem fel ezeket a teszteket, akkor nagyon sok visszajelzést kaptam, és általában olyanokat, hogy ugyan már milyen hülyeség ezt vizsgálni, hát életemnek a legboldogabb periódusa volt, hány hónapig nem mentünk iskolába, mi mindig mentünk egymáshoz át a többiekkel, barátkoztunk, hülyéskedtünk. De volt, aki meg ilyen nagyon szörnyűségeket mesélte, hogy ő azóta is nagyon sokszor így fél, hogyha repülőt hal, vagy valami helikoptert hal, és hogy benne maradt ez, vagy hogy abban a periódusban nagyon sok rosszat élt át, vagy valamelyik családtagja akkor volt katona, és akkor az miatt benne maradt ez a dolog, mint trauma. Tehát, hogy nagyon felemás volt, tehát volt ez a, hál' Istennek több volt az, aki arról számolt be, hogy nagyon jó periódus volt, és élveztük, de bőven akadtak olyanok is, akik viszont arról számoltak be, hogy igen, nekik ez a mai napig még problémát okoz. A visszajelzések ellenére a fölvett tesztek eredménye alapján viszont még, tehát hogy az volt a több, hogy több a poszttraumatikus stresszavarra a küzdő. Tehát, hogy van, aki valószínűleg ennek nincs is tudatába, viszont még megtalálható benne. Ez tény, hogy ez a teszt, amit Magyarországon használnak, ilyen dolgok felmérésére, ez elavult. Tehát, hogy ezt finomítani kéne, meg ez olyan teszt, amit a trauma megtörténte után pár évvel lehetne felvenni. Én ezt 2012-ben vettem föl, akkor már 11 éve volt a bombázásnak, 13 éve volt a bombázás, tehát, hogy ahhoz képest nagy idő telt el, hogy ez a teszt rendesen tudjon mérni. És utána az jött ki, hogy általában véve kihatással van a párkapcsolati kötődés, hogy nagyon sok az olyan párkapcsolati kötődési mintázatot mutató személy, hogy ilyen bizonytalanok, tehát hogy az elköteleződéssel van problémájuk, bizalmi problémájuk van a másik irányában. Hát ez egy jó téma lett volna tovább kutatni, sajnos kevés volt az idő rá, meg nehéz is volt Budapestről Vajdaságot kutatni, haza kéne jönni, és akkor itt egy rendes, átható kutatást csinálni. Hát jó, nem is kutatod tovább, de most megírod a verseidben. Anna, most még utolsó kérdésként visszatérek az első kérdésemhez, és befejezem ezt az idézetet. Ugye úgy volt, hogy üres marad a nyár, pont úgy hagyod, ahogy most van, torkomban akad a füst, fejemben marad a fájás, beleszakadnak számba a mondatok. Most ezt, amikor 10 év múlva elolvastam, és úgy áttekintettem az egész munkásságodat, hogy milyen verseket írsz, milyen témákkal foglalkozol, érdekel, hogy miért pont a trauma? Miért foglalkozol ennyire szomorú témákkal? Hát tudod, nekünk az egyetemen azt mondták, hogy minden egyes pszichológusnak megvan a saját témája, és azt azért kutatja, mert valahogy kapcsolódik az életéhez. Ha valaki valami miatt a kisbabákat kutatja, akkor az kapcsolódik az életéhez, hogyha a, nem tudom, ilyen szociális beilleszkedést, akkor az kapcsolódik az életéhez. Tehát, hogy abban volt valami problémája. Nekem valahogy a traumákból jutott ki. És valahogy nagyon érdekel is ez, hogy mit lehet ezekkel a traumákkal kezdeni, meddig húzódik egy trauma bennünk, hol ér véget, hol kezdődik. Mit lehet ezekből kihozni, mi értelme van szenvedni, mit lehet ezzel a szenvedéssel kezdeni. És valahogy nekem ez így tényleg egyetemi éveimtől kezdve ez végigkísért. Tehát, hogy a verseim is ugye általában erről szólnak, a munkám is erről szól, nagyon sok traumatizált gyerekkel dolgozok, viszont jó is, mert valahogy szót tudunk érteni. Én köszönöm szépen Terék Annának a beszélgetést, és azért kívánom, hogy legyen sok boldog pillanat is az életedben. Köszönöm szépen.